El vannak szépen a háttérben a bonyhádi kosaras öregfiúk, akik egyébként már 25 éve együtt vannak, és remekül küzdenek meg azokkal a gondokkal, amelyekkel más csapatok bizony nehezen és problémaként jelentkezik. Az 50-esek kiöregedése távozása után ugyanis nem jönnek a 30-asok, de még a 40-esek sem. Negyed százada él, létezik a bonyhádi öregfiúkosság. 25 éve játszunk így együtt ez a csapat, és akkor hozzá fiatalok hozzánk kerülnek. Hát nyilván ők azért a sebességben már hozzánk képest sokkal gyorsabbak. Viszont mi próbáljuk a rutint és a tudásunkat adni ez a gyönyörű játékhoz. Nem is akármilyen nívó. Az első időszakban, a kezdetekben, 15-16 évig ugyanis nem a Szekszárd környéki városi kosárlabda bajnokságban szerepeltek a bonyhádi öregfiúk, hanem a Baranyaiban, amely erősebb mezőnyel nagyobb kihívást jelentett számukra. És ott is rendszeresen az élmezőnyben szerepeltek a egyetemezes bonyhádiak. Visszatérve Tolnába, jellemzően úgy dominálnak, hogy megnyerik a bajnokságot. Most is jó úton haladnak erre felé. Minden hétfőn megbeszéljük, hogy ki jön a mérkőzésre, és hát szerencsére 89-en mindig sikerül összejönni. Az alapfeltétel az volt, hogy csak akkor indulunk, hogyha 7-8 játékos minden meccsen ott tud lenni, és ezt be is tartják a srácok. Nem gondoljátok, hogy visszatértek Baranyába, hogy erősebb bajnokság? Nem. Hát már azért többnyire családos emberek vagyunk, nehezen tudunk azért már úgy összegyűlni, hogy megfelelő csapat találjunk ki egy Baranya megyei bajnokságra. Az erősebb, mint a Tolna megye? Kicsit erősebb. Két-három csapat azt mondom, hogy kiemelkedik, vagy ott is erősebb, a többi körülbelül egy szintű csapat. Az öregek a rutint, az állandóságot, a fiatalok pedig a dinamikát, a lendületet adják. Ettől a remek mixtől az egyik, hanem a legjobb csapat ebben a bajnokságban, most is a Bonyhád, és ezt a feltörekvő középcsapat Bátaszék ellen is bemutatták. Komsár Tamás vezérletével ugyan szívósan ellenálltak a hazaiak, ám 10 ponton belülre nem tudtak kerülni. Sült a bonyhádiak fegyvere, a gyorsindítás, a lendületes betörések utáni zicserekből rendre eredményesek volt, és az elhibázott bátaszéki dobások után a védő lepattanókat legalább 80%-ban ők szerezték meg, nem is maradt el az első helyet megerősítő Bátaszék elleni idegenben szerzett újabb győzelem. Minden 2-3 évben kiöregszik 50-60 között, és jönnek a fiatalok, tehát folyamatos az áramlás? Nem. Tehát ez a csapat, a magja, az tényleg 25 év együtt játszik, és akkor egy-két fiatal játékos jön hozzám. Most Szekszárdról a Dorogi Laci jött hozzánk játszani ebbe az idénbe. Itt ki a legnagyobb rivális, aki meglepetést okozhat, akik ellen nem mehetnek biztosra, akik veszélyeztetik a bajnoki cím megnyerését? Hát szerintem mindegyik csapat erős. Most az, hogy mi talán újak vagyunk, és lehet, hogy mi nem tudta készülni annyira. A Formalin csapatát néztem, akik szintén ugyanúgy veretlenül állnak a bajnokságban. Remélhetőleg egy jó meccset fog majd egymással játszani, de mindegyik meccs jó, mert jó újra játszani. Tavaly év kimaradt ilyen szempontból, mert nem jöttünk össze, Baranya megyei bajnokságban nem tudtunk elindulni, és mindenképpen az ott a cél, hogy valamit mozogjunk, csináljunk. Ha együtt van a csapat, akkor legyen egy lehetőség egy szintére, ahol a csapat megméretteti magát. Egy év kihagyással, tehát 25 éve már együtt játszanak. És a csapatkapitány Amondó, ha az egészségi állapot is engedi, még akár 10 évig is együtt játszhat ez a folyamatosan ugyan változásban levő, de az állandóságot is képviselő bonyhádi öregfiú kosárlabdacsapat.